Május 17-e és 20-a között rendezik idén a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált. Az ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón a legfontosabb tudnivalókról számolt be Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. Közel 40 program számos helyszínen várja majd a vendégeket. Ebben a 4 napban mind a családok, mind a gasztronómia az ínyenséget kedvelők, illetve a zenei produkciókra, koncertekre vágyók meg fogják találni a nekik való ínyenségeket, megfelelő helyszíneket. Alapvetően a Béla Király téren kerül felállításra a nagy színpad, ahol ezen a 4 napon át mind a helyi kiváló zenekarokat, együtteseket, csoportokat, mind sztárvendégeket fogadhatunk. Egy-két nevet azért elmondanék a kedves nézőknek, hallgatóknak: Magna Cum Laude, Szekeres Adrien, Horváth Tamás, Király Viktor, és emellett sok-sok partizenekar és sok kiváló helyi csoport is, ahogy említettük, látható lesz. Érkezik még például a Zaporozsec és a Stadium X is. A Pünkösdi Fesztivál nem lenne az igazi kiváló ételek és italok nélkül. A Béla Király téren egy nagy gasztrosátorban a vendéglátók kerekasztala Szekszárdért Egyesület készül változatos ételvilággal. Italkínálatban sem fogunk szűkölködni, hiszen 4 kiváló szekszárdi pincészet kínálja a borait, emellett természetesen minden más ital is, koktélpatika, kávézók és más kínáló cégek által megjelennek a téren. Nincs Pünkösdi Fesztivál gyermekprogramok nélkül és vidámpark nélkül, újra hagyományos helyszínen a Garai téren, illetve pontosabban a Szent István téren, egészen a Vosinszky-Mór megyei múzeumig fognak kitelepülni ezek az egységek, de ugyanúgy helyszín lesz a Vármegyeházának a folyosó galériája és kertje is, ahol kiváló kiállítások zajlanak. Itt is már csütörtökön Retkes Tamás fotográfus Gemenci témájú, ez is egy hagyományos rendezvény, kiállítását fogjuk megnyitni. A kiegészítő programok közé tartozik a Vármegyeháza kertben május 18-án szombaton a Tanya udvar és Vásári forgatag játszópark, illetve 19-én és 20-án a Mosoly udvar népi játszótér. A Kulturális Központban 20-án pedig Tolna vármegyei pünkösdi vigasságokat rendeznek. Zárszóként talán szeretném kérni a kedves szekszárdiak és az ide látogató vendégek türelmét, hiszen egy ilyen nagy rendezvény, egy nagy fesztivál mindig jár bizonyos kellemetlenségekkel, itt elsősorban az útlezárásokra, az elterelésekre gondolok. Ezt a 4 napot próbáljuk meg minden évben annak tudatában megünnepelni, hogy ilyenkor több tízezernyi vendég látogat ide, ilyenkor a város a legszebb arcát tudja mutatni, és ha mi jó vendéglátók vagyunk, akkor ide a következő években is, minden évben sokan vissza fognak térni. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere úgy véli, hogy a rendezvényre a szervezők színvonalas programkínálatot állítottak össze. Minden korosztály meg fogja találni a szórakozási lehetőségét. Itt visszakerülnek a helyszínek, amik itt az elmúlt időszakban a szüneti napok alkalmával korrigálásra, módosításra szorultak. Köszönjük szépen a támogatóinknak a hozzájárulásokat, köszönjük szépen a Babits Mihály Kulturális Központ dolgozóinak a színvonalas programoknak az összeállítását, leszervezését. Az alpolgármester is kérte a fesztivál idejére a szekszárdiak türelmét és kompromisszumkészségét.